Pont nélkül tért haza az elmúlt fordulóban Ceglédről a Nyíregyháza Spartacus MB2-es együttese. Hiába játszott veszélyesen a Spari, 2-1-es vereség lett a túra vége. A hétvégén a legutóbb a Budaörssel X-elő Békés Csaba ellen javíthat Lucsánszki Tamás együttese. Könnyűnek cseppet sem ígérkezik a mérkőzés, a békésiek 2 ponttal és 2 hellyel előzik meg a szabolcsiakat. A találkozó talán rangadónak is nevezhető, hiszen a Békés Csaba a dobogóra is esélyes lehet a végelszámolásnál. Lucsánszki Tamás a pont hullajtgatások után végre pontgyűjtögetésbe kezdene, és bízik benne, hogy most már nem csak rögzített szituációkból és büntetőből szereznek találatot, hanem a veszélyes játék eredményességgel is párosulna végre. Sajnos azt látom, hogy nem találunk be most már hetek óta akcióból. Ezzel nyilván dolgozunk is, meg átgondoljuk, próbálunk rajta változtatni. Felállt védelem ellen nyilván sokkal nehezebb dolgunk van általában, most olyan ellenfelek is voltak, de ez nem az a hely, ahol magyarázni szeretném ezt a történetet. Nyilván be kéne találni, helyzeteink megvannak egyébként, tehát ha Kisvárda mérkőzésre gondolok, vagy akár most a ceglédi mérkőzésre, vagy a Csákvár mérkőzésen kihagyott helyzeteinkre, bőven a helyzetünk ahhoz, hogy betaláljunk akcióból, inkább a koncentráció hiányzik. A Spari U19-es csapatának sem lesz könnyű dolga a hétvégén. A második helyen álló együttes a 4. Újpest otthonába látogat, mégpedig a pontszerzés reményében. Ha nyernénk, illetve pontot szereznénk, akkor stabilizálnánk a helyüket, vagy pedig le tudnánk szakítani az egyik rangos csapatot. A Sparihoz kapcsolódó hír, hogy nézőszám tekintetében jelentősen előrelépett a Nyíregyháza Spartacus. Az őszi kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong és labdarúgó mérkőzések nézőszámait összesítő rangsorban az átlagosan 2443 kilátogató szurkolóval a 8. helyet foglalja el a Nyíregyháza, megelőzve számos élvonalbeli együttest, az MB2-ben pedig a Szabolcsi megye székhely áll az élen.